most pedig következzen egy igazi, hamisítatatlan tyúkhúsleves. Természetesen egy-két csavarral fölraktam egy nagy fazékvizet forni, tehát hogy már legyen forró vízünk, és csak utána látok hozzá magához a tyúkhoz, amit szét fogok darabolni. Levágom a nyakat. A mellcsont mentén először félbevágom az egész tyúkot. Határozott mozdulattal kiterítem. A gerinc mellett is félbevágom. És most szépen a combrészt a farháttal együtt egybehagyom. Íme egy combrész a farháttal, illetve a mell a nyakcsonttal. Kész is. Négy részre bontottam a tyúkot. Így né. Most pedig leforrázom a tyúkdarabokat, azaz forrásban, vagy legalábbis közel forrásban lévő vízbe szépen be fogom rakni. Egy nagyon-nagyon jól előforrázott, egy nagyon-nagyon tiszta húsunk keletkezett így, és akkor most kezdem el fölrakni magát a tyúkhúslevest. És akkor jött hozzá hideg víz, alá kapcsolok, és semmi esetre sem sietettem a forrást, hanem szép takarékon, hogy gyöngyözve kezdjen el forni a húsleves, addig van időm foglalkozni magával a zöldségekkel. Héjasan félbevágjuk a vöröshagymát, és egy serpenyőbe mindenféle zsíradék nélkül, csak így szárazon, jó alaposan megsütöm, kicsit megfeketítem a vágott felét a vöröshagymának, és akkor jöhet a gyakorlatilag az összes zöldség bele a levesbe, fokhagyma, karaláb, illetve zeller, egy darabka póréhagyma. Én a tyúkhúslevesbe szeretem a karfiolt, fehérrépa, csak így nagyobb darabokba vágva, rusztikusan, sárgarépa, kelkáposztalevél, egy kisebb darab zellerzöld, egy kisebb maréknyi kis petezselyem, és az íze kedvéért egy egész fej paradicsom, egy kis láthatatlan savacska kerül így a levesbe, és egy egész hegyes zöld paprika, és én a tyúkhúsleves jó borsosan szeretem, úgyhogy körülbelül ehhez a mennyiséghez egy jó bőevőkanálnyi fekete egész borsot szoktam rakni, úgyhogy ez bele is huppan ide szépen. Na nyomathatjuk a hagymasztorit. Na nézzük, hogy is néz ez ki. Gyakori hiba, hogy gyakorlatilag egy ilyen alibi pirítást csinálnak, tehát nem feketítik meg eléggé. Mehet bele a leveskébe, és gyakorlatilag ezzel minden nemű zöldséget beleraktunk ebbe a tyúkhúslevesbe, ami majd fog kelleni, vagy így csináljuk, vagy sehogy. És miután belekerült az összes zöldség, még pótolom egy kis vízzel, most rakok bele valamennyi sót. Semmi más dolgom nincs, mint hogy megvárjam, míg fölforr. Nagyon-nagyon ügyelek, hogy szépen gyöngyözve, éppen nagyon-nagyon kislángon fordogáljon. Nem túl gyakori hiba húsleveseknél, legyen az bármilyen húsleves, az, hogy fedő alatt főzik. Gyakorlatilag ennek semmi értelme nincs, ugyanis a levesnek pont az a lényege, hogy a lé egy picit koncentrálódjon, picit redukálódjon, minél több párolog el belőle, annál koncentráltabb lesz a végeredmény. Egy jó 4,5 órát főtt a leves, hát lehet látni, hogy a színe az gyakorlatilag gyönyörű, illetve hogy minden biztos, hogy vajpuha benne, úgyhogy el is kezdem szétszedni. Ki kell vennünk egyrészt a zöldséget, ki kell vennünk a húst, és szükségünk van magára a lére, azonban, hogyha most elkezdenénk nagyon kotorászni a levesbe, gyakorlatilag összetörnénk a levest, és ezt nem szeretném, úgyhogy gyakorlatilag azt szoktam csinálni, hogy egy langyos vízzel benedvesített konyharuhával kibélelek egy szűrőt, elkezdem szűrni a levet, és közben, amikor úgy gondolom, akkor egy-egy zöldséget, illetve a húsdarabot ki szoktam szedni belőle. Na, megvan a jó ízű húslevesünk, megvan a zöldségünk, illetve a húsunk, úgyhogy semmi más dolgom nincs, mint tálalni. Betétnek jöhet egy kis gyufatészta, vagy jelen esetben cérnametél, jöhet egy kis frissen vágott petrezselyemke. Hát és elkészült a tyúkhúslevesem, nagyon-nagyon finom íze van, gazdag, hát egy igazi lakoma. Jó étvágyot kívánok hozzá, és egy jó pohár bort. Ez a jó bor, amire Tamás gondolhatott, szerintem a tolnai chardonnay. Az állandó kínálatunk részét képezi, úgyhogy minden vasárnap ki lehet próbálni a tyúkhúsleves mellé. A titka abban rejlik, hogy semmiben nem fog tolakodóan a leves mellé társulni, hagyja, hogy az összes ízét kielvezzük ennek az isteni tyúkhúslevesnek. Ezt is hűtsük be jól, így nagyon jól kombinálni fogjuk a meleget és a hideget is, amikor a fogyasztjuk a levessel. Ha megkívántak ezt a tyúkhúslevest, nyomjanak egy lájkot, további receptek a lidlkonyha.hu-n, illetve kövessenek minket a YouTube csatornánkon.